Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Külön köszöntöm a járási hivatal vezetőjét, személyesen köszöntöm. A napi rendek elfogadása előtt szeretném bejelenteni, hogy van egy 8-as számú sürgősségi indítványunk, ami a Friedman féle perrel kapcsolatos, és mivel 15 napon belül kell dönteni, ezért ezt sürgősséggel hozzuk be. Javaslom, hogy először ezt fogadjuk el, és utána a napi rendet. Aki ezzel a 8-as sürgősségi indítvánnyal egyetért, az kérem, szavazzon majd igennel. Köszönöm szépen, és akkor már így kiegészítve, aki a napi rendi pontokat elfogadja, szintén igennel szavazzon. Akkor annyi különbség lesz, hogy a 4-es és 5-ös napi rendi pontot felcseréljük, és hozzájön még a 8-as, és akkor aki ezzel egyetért, az kérem szavazzon. Jó, köszönöm szépen. 7 igen. Akkor már is kezdhetjük az 1-essel. Pátyolgató óvoda 2014-15 nevelési évre készült munkatervének jóváhagyása. Előterjesztő Gábor Ákos, Jóléti Bizottság elnöke. Parancsolj! Köszönöm szépen! A bizottság megtárgyalta a munkatervet, és javasolta egyhangú döntéssel a testületnek elfogadásra. Jó, köszönöm szépen! Van-e valakinek ehhez kérdése, véleménye? Úgy látom, nincs. Akkor szavazzunk a határozati javaslatról. Aki elfogadja, az nyomja az igen gombot. Köszönöm szépen. Szavazati arány 7 igen. Kettes napirendi pontunk. Pátyközség önkormányzata és Szilágyiné dr. Márkus Rita házi gyermekorvos között kötendő feladatellátási szerződés tervezet megtárgyalása. Gábor Ákos, az előterjesztő, parancsa. Köszönöm szépen. Ugye már régóta probléma nálunk a gyerekorvos, és most végre született egy megállapodás, amelyet mind a két fél el tud fogadni, hogy ugye most már ne vállalkozási szerződésbe az önkormányzat fizesse a gyerekorvost, hanem praxis joggal ugye az OEF finanszírozásába. A Jóléti Bizottság megtárgyalta, azóta ugye a feladatellátási szerződésbe egy-két dolog lett még egyeztetve az ügyvéd úr és a doktornő között, de én úgy tudom, hogy az ügyvéd úr azt mondta, hogy rendben, hogy a szerződés, tehát elfogadható. A bizottság támogatta a szerződés elfogadását. Jó, köszönöm szépen. Ugyan a bizottság előtt nem az a szerződés volt, amit most majd elfogadunk, de időközben egyeztettünk a doktornővel. 3 ponton történt változás, de nem olyan, amit valóban a bizottság esetleg nem fogadhatott volna el. Jó, kérdezem a testület tagjait, hogy van-e valakinek ehhez véleménye. Úgy látom, nincs. Akkor szavazunk a határozati javaslatról. Hét igen, köszönöm szépen. 3. napirendi pontunk, pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak a megválasztása. Emlékeznek rá képviselőtársaim, hogy az első választáskor nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ezért, hogy mégis egy normálisan működő pénzügyi és településfejlesztési bizottság legyen, ezért összevontuk a két külön bizottságot. Ennek az összetételéről kell most szavaznunk. Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele. Sági György, parancsolj. Köszönöm, polgármester úr, a szót. Én tehát nem leminősítve Somogyi Farkas Tamásnak az alkalmasságát erre a posztra. Ugye annak idején a Monostori, dr. Monostori urat szavaztuk meg a bizottság
élére, pénzügyi bizottság élére, mondván, hogy ugye szakmailag ő a legfelkészültebb. Nem tartom szerencsésnek, hogy a két bizottság össze lett volna, ezen már túl vagyunk, de viszont én szívesebben látnám Monostori urat ugye a bizottság élén. Ha ez nem működik, akkor nyilván nem tudok ezzel mit tenni, de szerintem ő alkalmasabb benne, mivel ugye pénzügyi szakmai múltja nagyobb, mint a Tamásnak. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Somogyi Farkas Tamás. Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy a bizottság elnökének az a feladat, hogy a bizottság munkáját azt irányítsa, összefogja a feladatokat. A bizottságban úgy érzem, hogy szakemberek fognak ülni. Van benne építész, jogász, pénzügyi szakember, olyan, aki 8 évig volt a bizottságnak az elnöke. Én azt gondolom, hogy az a munka, ami az elnöknek a feladata, hogy a bizottságot összefogja, a üléseket levezesse, azt a legjobb tudásom szerint meg fogunk tenni, és remélem, hogy a idővel a képviselőtársam bizalmát is élvezni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy látom, nincs több hozzászóló. Akkor egyenként fogunk szavazni, és ugyancsak, ahogy már az első bizottsági választásnál mindenkitől meg fogom kérdezni, hogy érintett vagy nem érintett. Egyes határozati javaslat, Somogyi Farkas Tamás. Így van, köszönöm. Akkor most arról szavazunk, hogy kizárjuk, vagy nem, hogy kizárjuk-e a szavazásból. Jó, indulhat a szavazás. Nem, 6-1 arányban, nem? Jó, akkor most az egyes határozati javaslatról szavazunk, hogy elnöki, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnökének megválasztjuk, vagy nem. Jó, 6-1 tartózkodás mellett megszavaztuk. Kettes határozati javaslat, Gábor Ákosról van szó. Köszönöm szépen, én is szeretném bejelenteni az érintettségemet. Jó, akkor szavazunk, hogy kizárjuk, vagy nem. Indulhat a szavazás. Nem, úgy látom, 5-1-1. Akkor most a határozati javaslatról, aki egyetért, hogy a bizottság alelnöke legyen, ezt kérem szavazzon. Jó, köszönöm szépen. Harmadik, Monostori Ernő. Érintett vagyok. Igen, jó, akkor szavazzunk a kizárásról, vagy a nem kizárásról. Rosszat nyomtam, mindegy, nem baj. Jó. Igen, akkor szavazunk a hármas határozati javaslatról. Jó, 7 igen. És akkor a negyedik, ugyan őt nem tudjuk megkérdezni, mert nincs itt, de azért gondolom, szavazni kell róla. Negyedik határozati javaslat, dr. Bognár András megválasztjuk tagnak. Akkor most erről szavazunk. 7 igen. Köszönöm szépen. És akkor a továbbiakban a kültagokról szavazunk, őket nem kell megkérdezni, itt csak a határozati javaslat elfogadása van. 5. Biernicki Miklós, szavazzunk róla. 7 igen, köszönöm. Kollár Tamásról. 6-os, a 7-es, Morvai Emese, kültag. Jó,
Köszönöm. És a 8-as pedig akkor így kompletten a rendelet egyes számú függeléke, amely tartalmazza a bizottságok tagjait. Erről szavazunk. Jó, köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk jön, de oda megyek, igen. Döntés a PVK Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának tagjairól. Október 31-éig szólt az előző felügyelő bizottság mandátuma, és november 1-től én egy újabb 3 embert szeretnék javasolni, Gábor Ákost, Bíró Barnabást és dr. Révész Gábort. Itt vannak mind a 3-an, köszöntöm Önöket. Kérdezem a testületet, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. Gábor Ákos, parancsolj. Köszönöm szépen, én ismét csak beszeretném jelenteni az érintettségemet. Tudom, hogy még nem tartunk a szavazásnál, de még időben. A tiszteletdíjra szeretnék rákérdezni, csak hogy mekkora tiszteletdíjra járnak ezek a bizottsági tagságok. 30, mondja le. Köszönöm. Tehát a tiszteletdíj mértéke az megegyezik a 2006-ban felállított rendnek a tiszteletdíjával, azóta nem változott se 2010-ben, sem most. Ugye 60 ezer forint bruttó tiszteletdíj van a FEB elnökének, és 40 ezer bruttó tiszteletdíj van a FEB tagoknak. Határozati javaslatban meghatározott november 1-ét november 20-ára javaslom a testületnek módosítani, ne visszamenőleg. Uh-huh. Jó, hát akkor ennyit módosítás van, úgy látom több vélemény nincs. Akkor szavazzunk a... Gábor Ákos, az érintés. Igen. Most... Egyenként kell a Gábor Ákosnak az érintettséget meg. Ja, mivel, hogy így van. Jó, értem. Akkor először arról szavazunk, hogy Gábor Ákos szavazhat-e. Kizárjuk. Vagyis, hogy kizárjuk-e, igen. Igen. Nem. 5-1-1. Akkor szavazhat, ha jól látom. Igen, és akkor most teszem föl szavazásra azzal a módosítással, amit a jegyző úr mondott, hogy 2014. november 20-ától érvényes a FEB megbízása. Aki ezzel egyetért, azt kérem szavazzon. Hat egy arányba. Köszönöm szépen. És akkor most jön a 4-es. Pátyközség önkormányzata képviselőtestületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének megtárgyalása. Ennél a napirendnél beszélünk a szervezeti és működési szabályzatról, de a végén nincs határozati javaslat, nincs rendelet, mert most még lehetőség van arra, hogyha valakinek valamilyen javaslata van, akkor egy héten belül írásba még benyújthatja. És akkor azt még bele lesz fogalmazva, és arról fogunk majd dönteni a következő testületi ülésen. Kérdezem, hogy mindenki át tudta-e nézni, és van-e valakinek ezen kívül valamilyen javaslata? Parancsa. Polgármester úr, érdésem szerint két kérdést tett fel, hogy át tudtuk-e nézni, és hogy van-e észrevételünk. Én az elsőre igennel válaszoltam hallgatólagosan, és a másodikra viszont szintén igennel szeretnék, de ez lehetett volna eltérő is. Igen. Hát, jó, azt feltétlenül vegye figyelembe mindenki, hogy tehát azért csináltuk úgy, hogy lehet még egy hétig módosításokat vagy javaslatokat beadni, de mindenképpen írásba szeretnénk ezt kérni. Jó, van-e még valakinek hozzászólása? Jó. Temes Szent Andrási Gábor. Úgy, jó.
Köszönöm szépen. Annyi kérdésem lenne, hogy formailag van-e kötöttsége a benyújtásnak, illetve kihez kell ezt címezni? Szerintem formailag nincsen, és a jegyző úrnak kell benyújtani. Köszönöm. Jó. Utó Szilviának átadom a szót. Köszönöm. Hát igyekeztünk azt a pár észrevételt, ami hozzánk érkezett bedolgozni az SMS-be, illetve mi saját magunk is próbáltunk tovább haladni a dolgokkal. Igazából a lényegeseket kellene talán kiemelni. Pillanat, csak hogy ne hagyjak ki semmit. Egyrészt a 25-ös paragrafusban egy picit átdolgoztuk a többszörös hozzászólásnak a lehetőségét. Ez reményem szerint, hogy ha folytatódik a dolog, akkor ez már így az új verziónak megfelelően fog újra a képviselők elé kerülni. Itt arról van szó igazából, hogy az ülés vezetőjének lenne a jogköre az, hogy a második és a többedik hozzászólást megadja, és akkor ezeknek a időtartamát korlátozhatná 2 percben. Aztán felmerült az, hogy ugye már a Jóléti Bizottság előtt is beszéltünk arról, hogy meg kell határozni a testületnek azokat a témákat, amiről név szerinti szavazást rendelne el. Itt most egy olyan javaslat merült fel, hogy nem kellene ilyen témákat meghatározni. Aztán a személyes érintettséget próbáltuk közben a hivatalban tovább dolgozni, hogy itt igazából azt az esetet próbáltuk kidolgozni, hogy mi van akkor, hogyha a képviselő nem jelenti be a személyes érintettségét. Itt arra a verzióra gondoltunk, hogy utána a bizottság ezt kivizsgálná, ezt a személyes érintettséget, és utána a aktuális téma, amit ez ugye érint, újra testület elé kerülne, hogy megtartja gyakorlatilag a testület azt a határozatát, amit így hozott. Aztán a módosító indítványnál egyrészt mi a hivatal részéről szeretnénk, hogyha ez bekerülne az SMS-be, hogy mi is megkaphassuk ezeket az írásban beadott módosító indítványokat, mert ugye ebből sok probléma volt az előző ciklusban is, hogy nem tudtunk rá reagálni, vagy éppen nem is tudtunk róla, hogy lesz ilyen. Illetve amit én személyesen szeretnék, az, hogy a rendelet tervezetek esetében ezeket a módosító indítványokat mindenképpen előző napig, az ülés előtti napig kell leadni, hogy arra azért így komolyabban is lehessen reagálni, és főleg a jegyző részéről, ugye törvényességi szempontból. Aztán mi az, ami még ilyen fontos? Felmerült a Jóléti Bizottság ülésén ugye meg kell határozni az MÖTV szerint annak a következményét, hogyha egy képviselő folyamatosan elmulasztja a kötelezettségét, tehát mondjuk konkrétan nem vesz részt az üléseken. Itt ugye meg kell határozni, hogy mi minősül igazolt, illetve igazolatlan hiányzásnak, illetve a következményeket. Itt most azt a javaslatot próbáltunk követni és kidolgozni, ez majd meg fog jelenni az SMS-ben, hogy igazoltnak ugye akkor számítana a hiányzás, hogyha az ülés vezetőjénél az ülés kezdetéig jelzi a képviselő, illetve ugye a bizottságok esetében a bizottsági tagokra is ez vonatkozna, illetve akkor kiszedtük ezt a sávos következményt, és akkor az lenne a következménye a 3 egymás után igazolatlan hiányzásnak, hogy akkor lenne az egyhavi tiszteletdíj megvonás. De ugye ebben az esetben elég nehéz elérni a igazolatlan hiányzásból a 3-at. Úgyhogy egyelőre ez ebben a verzióban szerepel az SMS-ben. Aztán mindenképpen meg kell határozni az MÖTV alapján azokat a pontokat, amikről a polgármester a két ülés között dönthet.
Hát itt voltak már a Jóléti Bizottság ülése és javaslataink, ezt most azért így próbáltuk pontosabban kidolgozni. Ezt most már bele is illesztettük az SMS-be, de ezt még a képviselők ugye nem kapták meg. A következő verzióban ez már ugye akkor ki is menne. Hát itt gyakorlatilag tényleg azokat az eseteket próbáltuk meg összeszedni, ami tényleg ilyen viszmajor, meg ami súlyos károkkal, anyagi hátránnyal, hasonló következményekkel járna. Megpróbáltuk ezt a pályázatos dolgot is pontosabban megfogalmazni. Volt még ami fontos. Hát közben elkezdtem kidolgozni már a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó részeket is. Ez most még egy picit így gyerekcipőben jár, ezt így össze kell még vetnem a régi verzióval. Meg van még egy-két dolog azért, ami még nincsen kész. Még az összeférhetetlenségi eljárást vetettük fel, és erre azt gondoltuk, hogy hasonlóan a személyes érintettségnek az elmulasztása esetén a kivizsgáláshoz, ez szintén ugye az egyik bizottságnak konkrétan a jólétre gondoltunk, nek a hatásköre lenne, és utána újból ugye testület elé kellene terjeszteni az adott témát. Azt gondolom, hogy a képviselőknek kellene átnézniük, ez az első melléklet tartalmazza a minősített szavazat többséget igénylő ügyeket. Itt ugye a MÖTV-ben meghatározott pontokon kívül lehet meghatározni témákat, ezért még át kellene rágni, hogy mi az, amit szeretnének. Aztán javítottunk közben persze technikai dolgokat is. Amit még átkutyultunk az előző verzióhoz képest, szintén javaslat alapján, az a testületnek a pénzügyi és településfejlesztési bizottságra átruházott hatásköreit és a feladat és hatásköröket itt egy picit átcsoportosítottuk. Amit még fontosnak tartanék, a Jólét és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörként szerepel gyakorlatilag az intézményeknek a különböző nevelési, oktatási, közművelődési programok, SMS-ek, pedagógiai program, házi rend, hasonló témák. Ebből gyakorlatilag a óvodának az éves munkaterve maradt ki, és azt gondoltuk, hogy ez így ide tartozna, mint abszolút hasonló kategória. Meg kell határozni az önszerveződő közösségeket. Hát ezt is valami függelékben vagy mellékletben gondoltuk, de hát itt ugye el kellene dönteni, hogy akkor pontosan kik tartoznának ide. Egy ilyen SMS-nek az áttekintése és feldolgozása nem egyszerű feladat. Most például, amit Szilvia szépen sorba fölmondott, őt is nehéz volt így követni, de tartalmában az ember el tudta helyezni, és hát én jegyzeteltem is. Két lényeges kérdést szeretnék felvetni csak az írásbeliség mellett, mert ez filozófiai más megközelítés, mint amit az anyagsuggal. A 9. paragrafus, a jelenleg kiosztott anyag szerinti 9. a képviselő testületi előterjesztéseket tárgyalja. Most nem szó szerint idézve, az az alapfilozófia, hogy bizottsági tárgyalást követően kerül a képviselő testület elé, és van egy normatív felsorolás, amik mindenképpen. A többi akár nem is kerülhetne a bizottság elé. Ez megítélésem szerint nem egészen a kapcsolódó törvényt megfogalmazó honatják szándéka szerinti. Én megfordítanám, és ez egy filozófiai alapvető különbség, és ezért szerettem volna most elmondani. Tehát abból kellene kiindulni, hogy a bizottságok, a külső szakértők azért vannak, hogy megfelelő időtartamban, részletesebben áttekintsék az anyagokat, és érdemi javaslatot tegyenek a testület elé. Tehát én alaphelyzetnek azt tekinteném, hogy alaphelyzetben minden testület elé kerülő anyagot egy illetékes bizottság megtárgyal. A bizottságok összetétele, a hozzátartozó ügyrendi pontok, hogy mi tartozik az egyes bizottság tevékenységéhez,
Én úgy érzem, hogy lefedi az összes tevékenységet, nagyon nehéz lenne keresni olyat, ami ebben nem fér be. Tehát az én javaslatom... Na, ezért kell a bizottsági ülés, igen. Tehát többek között, hogy jó, fejezem, ott azért korlátlanul lehet. Befejezem egy mondat alatt, egy mondatban. Tehát én azt javaslom, hogy abból induljunk ki, hogy minden testület elé kerülő előterjesztést bizottsági javaslattal, állásfoglalással nyújtsunk be, és itt normatíve az legyen meghatározva, hogy mik, amik nem. Ez nem egy egyszerű dolog, de például a sürgősséget el tudom képzelni, hogy a sürgősség olyan, hogy miután két nap alatt kell dönteni, akkor nem lehet előtte bevinni a bizottság elé. Ehhez képest ugye a sürgősségnek a definíciója is kicsit nálam billeg, ott is lehetne valamit szigorítani, de most nem fértem bele. Jó. De le fogom írni. Jó, köszönöm szépen. Jegyző úr. Pont erre akartam reagálni még. Hogy, tehát ez egy, amit ide írtunk, ez egy nagyon-nagyon szűk lista. Én például azzal egészítettem volna még ki, hogy ha intézményvezetői megbízást vagy kinevezésről van szó, mindenképpen a bizottság tárgyalja, és még számtalan olyan van, amire nem is gondoltunk esetleg eddig. Javaslom, hogy az az időszak, ami most rendelkezésre áll, az mindenképpen ezzel teljen el, átgondolva, amit mostani képviselő is mondott, hogy legyen egyfajta javaslat arra, hogy mi lenne az a legjobb módszer, ami átláthatóbbá tenni a működést, és azokat a fékeket, illetve azokat a garanciákat beépíti, ami a törvényességhez kell. Jó, köszönöm. Sági György. Igen, kösz, megszokom. Igen. Én maximálisan egyetértek van mostani képviselőtársam véleményével. Szeretem se jöhet úgy be anyag, hogy a bizottságot ne tárgyalták volna meg, hiszen akkor a külsős tagokkal mit kezdenénk, minek is választhatok be őket akkor. Ha jól értem, akkor kb. Az a cél, az a terv, hogy a képviselő minél kevesebbet beszéljen a testületi ülésen, hanem muszáj. Az a helyzet, hogy nem minden képviselő vesz részt bizonyos frakciós üléseken, és nyilván kénytelen lesz valahol elmondani. Én nem tudom elképzelni azt, hogyha nem kapok másodszor, hogy harmadszor szót, ugye ezt megálljam szó nélkül, de hát majd megpróbálom valahogy. Az, hogy én a jegyző úrnak leadjam írásba a módosító indítványomat, még az belefér az én gondolatomba, de az, hogy még a hivatal dolgozóinak is, hát már elnézést kérek, most a hivatalnak van testület, vagy a testületnek hivatala. Ezt nem kéne összekeverni. Én a jegyzőnek behozom, és a jegyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy kiket érint, ez már elnézést kérek. Hát most ne hagyjam fordítani megint a lovon. Köszönöm szépen, programester asszot. Azért itt azt hadd jegyezem meg, én amikor azt mondtam, hogy le kell adni a módosítást a jegyző úrnak, az nem azt jelenti, hogy mindenkinek még le kell. A jegyző úr megkapja, és aztán majd ő intézi, hogy az kinek kell. Ez rendben van. Jó, tessék, ki szeretne még hozzászólni? Úgy látom senki. Akkor mindenki megértette a feladatot. Még figyelmesebben olvassa végig mindenki, és hogyha... Mert ez az SMS fogja megalapozni az következő 5 évnek a munkáját, és hogyha egy jó SMS-t csinálunk, akkor valószínű, hogy jól fog működni a dolog. Köszönöm szépen, ebben most döntés nem kell. Akkor a 6. napi rendi pontunk. Döntés Pátykőség önkormányzata és a Drégelyvár Oktatási Központ Alapítvány között folyó peres eljárásban az Alperes perbeli egyességi ajánlatáról. Gondolom mindenki tisztában van ezzel a Drégelyvár alapítványnyal folyó üggyel, de azért én megkérném szépen a ügyvéd urat, hogy röviden vázolja föl, hogy miről is kell döntenünk. Ez a peres eljárás abból a jogviszonyból eredő jogvitárból fakad, amely 2012. december 15 és 2013. május 15 között 5 hónapig állt fönt az önkormányzat és a Drégelyvár alapítvány között. Az önkormányzat iskolai bútorokat adott bérbe ennek az alapítványnak. Erre az időszakra kellett volna fizetniük, bruttó összeget mondok, mert így egyszerűbb, 1.270.000 forintot.
de ebből nem fizettek meg csak 300 ezer forintot. Az így fennmaradt követelés összege 970 ezer forint volt. Erre indított peres eljárást az önkormányzat az alapítvánnyal szemben. 2013 óta folyamatban van ez a per, több tárgyalás volt már benne, halad minden a maga útján, és most októberben megkeresett engem az alapítvány jogi képviselője az előterjesztéshez mellékelten csatolt levelével, amelyben 970 ezer forint helyett 700 ezer forintot felajánlott egyesség keretében az alapítvány az önkormányzat részére. Nekem nem tisztem, hogy eldöntsem, hogy ez egy jó ajánlat-e vagy sem. Ez a képviselőtestületnek lesz a dolga. Itt tart most az ügy. Ennyit tudok elmondani róla. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen. Azért annyi kérdésem lenne, hogy per pillanat most hol áll ez? Tehát az első fokon született már döntés, nem? Központi Kerületi Bíróságon a peres eljárás. Ha jól emlékszem, három tárgyalás volt benne tartva. Tanúkat hallgattunk már meg, az alapítvány elnökét, illetve egy pátyi lakost, aki arról tudott nyilatkozni, hogy ezek a bútorok hogyan lettek átadva, és mikor az alapítvány részére. Tehát tulajdonképpen egy viszonylag kezdeti szakaszában tart ez az ügy. Uh-huh. Köszönöm. Tehát akkor valójában arról van szó, arról kéne döntenünk, hogy végigcsinálunk egy ilyen pert, aminek a végén majd valami lesz, vagy most azt mondjuk, hogy megkapjuk a 700 ezeret, és akkor nem megyünk bele egy évtizedes bírósági ügybe. Igen, ugye? Akkor két dolgot szeretném még elmondani, az egyiket valóban így van, ahogy polgármester úr mondta, tehát Magyarországon egy ilyen viszonylag bagatell ügyben is egy bírósági tárgyalás több évig tarthat el, akár első fokon is, tehát időt mindenképpen spórol az önkormányzat, hogyha elfogadja. A másik kérdés pedig, hogy amennyire én tudom, ezek olyan iskolabútorok, amelyeket a 5 hónapos bérleti időszak előtt sem használt az önkormányzat, és azóta sem használ az önkormányzat. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy itt egy óriási bevétel kiesés történt ezzel a 970 ezer forinttal. Uh-huh. Értem. Jó. Sági György, parancsol. Nagyjából megkapom a választ, mert még csak egy kérdés. Igen, nagyjából megkaptam a választ, az ügyvéd úrtól köszönöm. Csak annyi lenne a kérdésem még, hogy itt a 900 ezer forintnál esetleg késedelmi pótlék van-e vagy sem, nem tudom, hogy hogyan szerződésben, hogyan rendelkeztek annak idején. Van-e ekkora, hogy mekkora, nem biztos, hogy 900 ezer, ezt mondom. Lehet, hogy ez több. Jegyző, vagy ügyvéd úr, bocsánat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Késedelmi kamat, ugye jelenleg a jegybanki alapkamat igen alacsonyan áll, tehát nem bízhatunk abban, hogy jelentős, tehát pár tízezer forint késedelmi kamatról van szó. Köszönöm. Jó. További hozzászólások? Úgy látom, nincs. Akkor döntsünk a határozati javaslatról, mely úgy szól, azt mondja, hogy úgy határozza a testület, hogy a Drégeivár Oktatási Központ alapján Alperes között bíróság előtt folyó peres eljárásban Alperes perbeli egyességi ajánlatát elfogadja. Tehát aki azt gondolja, hogy fogadjuk el ezt a felajánlást, akkor az az igen nyomja, aki nem, az pedig a nemet. Hát úgy látom, hogy azonosan gondolkodunk. 9 igen. 7 igen, bocsánat. Ügyvéd úr, még egy dolgot szeretném mondani ezzel a napján. Igen, ügyvéd úr. Köszönöm szépen, csak egy szeretném mondani, hogy ezt tenni, hogy az újban holnapra kitűzve bírósági tárgyalás. Tehát én délelőtt oda megyek, oda jön a másik jogi képviselő is, és ezt az egyességet, amit most ugye az önkormányzat elfogadott, ezt a bíróság holnap fogja jóvá hagyni. Uh-huh, uh-huh. Köszönöm szépen. Értem. Köszönöm szépen. Akkor elérkeztünk a 7. napirendi ponthoz, az az egyebek. Kérdezem, hogy egyebekbe kíván-e valaki hozzászólni. Tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársak! Bejelentéssel szeretnék élni.
Amikor engem önkormányzati képviselővé választottak, akkor előállt egy összeférhetetlenség. A jelenlegi szabályozás szerint a valaki kormánytisztviselő egyidejűleg nem lehet önkormányzati képviselő. Én ez idáig a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalban dolgoztam, a belső ellenőrzési osztályt vezettem, mint kormánytisztviselő, tehát ez összeférhetetlen volt. Én úgy döntöttem, miután ugye nyugdíjkorhatárban benne vagyok, hogy az önkormányzati tisztséget vállalom, és a kormányzati tisztségviselői státuszt adom fel. Erről az elnök urat értesítettem, és kértem, hogy szüntessük meg a jogviszonyt, ez megtörtént, ezt szeretném veletek közölni. Múlt héten leszámoltam, ennek következménye talán annyi, hogy egyrészt objektíve az az e-mail cím, ami több listán itt fölkerült, az mvh.gov.hu e-mail, az lehet, hogy még bemegy, de én már nem tudom megnézni, tehát azt kérném ezekről a listákról levenni. Szubjektív meg az, hogy nekem ez az átállás elég sok időt elvett, meg figyelmet. Ettől most felszabadulok, úgyhogy sokkal több elánnal tudom a képviselőtesti munkát és a közösségi tevékenységet végezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sági György. Köszönöm a szót. Én nem tudom pontosan, ez az egyebek mégis mit tartalmaz, mert ugye az első ilyen testeti ülés, hogy egyebek van, én nekem ez számomra az ismeretlen témakör, de ha valami butaságot kérdezek abban az egyebek, akkor elnézést ezeket kérem. Nem tudom, megemlíthetem itt, hogy ez a szavazótáblát megijeszték többen, hogy valahogy úgy kellene fordítani, nem lehet igazán látni a televízióba, hogyha ez megoldható lenne. Én már közöltem az előbb a kamera vannal, csak hogy gondoskodjátok rólam, vagy esetleg legközelebb. Köszönöm. A másik, hogy választópolgárok megkerestek, nagyon örülnek, a Torbágyi úton elindult ez a járdaépítés, ennek nagyon örülök, mert mi is elkezdtük annó, csak az akkori képviselőnk áldásos tevékenysége miatt le kellett állítani. Tehát a durva tereprendezést megcsináltuk mi is, csak volt egy képviselőnk, aki ezt leállította akkoriban. Látom, hogy halad nagyon szépen. Én azt szeretném kérdezni, hogy jó lenne, ha esetleg a Fenyves-sárda alatti területre is gondolnánk, hiszen rengetegen kint élnek már a Mézeshegyen, és megkerestek a Mézeshegyre, hogy jó lenne, ha legalább csak kiírtanánk ott a bozótot, és leszornánk Murvával. Hogy van-e ilyen terv, vagy van-e ilyen gondolat a képviselők testületnek? Van-e ilyen szándéka? Köszönöm a szót. Igen, tudom, melyik bozótról beszélsz. Igen. Valóban fölmerült már egyébként, de valószínű most már csak a következő költségvetési évben. De elképzelhető, hogy be fogjuk tervezni azt is. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Nincsen. Akkor mehetünk a 8-as napirendi pontra. Én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy ezt a pontot zárt ülésen tárgyaljuk. Megmondom miért. Azért, mert ez egy elég hosszadalmas bírósági ügy, még a vége ennek is beláthatatlan, és ha mi nyilvánosan tárgyaljuk ezt, akkor végül is az ellenfeleink karosszékbe ülve megnézhetik, hogy mi a szándékunk ezzel kapcsolatban. Ezért az ilyen irányú döntéseket én szeretném, ha zárt ülésen tárgyalnánk. Úgyhogy először arról szavazzunk, hogy zárt ülésen tárgyaljuk-e. Bocsánat, előbb még a jegyző úr akar valamit mondani. Hogy ugye a ÖTV szó szerint úgy fogalmaz, hogy a képviselőtestület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén. Ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy zárt ülés lesz-e vagy sem, hogy a képviselőtestület így dönt. Ez ügyben. Nem automatikusan. Hát, igen, én azt gondolom, hogy a 450 milliós az elég nagy vagyonnak tűnik, úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy mindenképpen így cselekedjünk. Úgyhogy akkor szavazzunk arról most, aki azt gondolja, hogy zárt ülésen legyen, az az igen nyomja. Köszönöm szépen. 7 igennel megszavaztuk.